Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Ünnepélyes átadás. Megújult az orvosi rendelő Nemesvitán. 5 csillagos értékelés. Kiváló idén is a Szigligeti strand. Rangos díjak. Mindent vitt a Sümegi Bills pálinka. Nemesi gulyásnap. Sikeres főzőverseny, színvonalas programok. A Balaton, a Balaton felvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4 keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Penk Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca-Diszelben is láthatnak bennünket, valamint a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, Ajka, Tapolca, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Családias hangulatú falunap keretén belül adták át Nemesvitán a felújított orvosi rendelőt. A község jól élt a Magyar Falu program lehetőségeivel, ezt mutatja a most megvalósult beruházás is. Az eseményen részt vett Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, területfejlesztési miniszter is, aki hangsúlyozta Nemesvita jó példája a vidéknek nyújtott támogatások sikereinek. Az ünnepélyes átadás mellett színes programok és jó hangulat jellemezte a rendezvényt. A falunap közönsége a szokott helyen a sportpályánál gyűlt össze a község hagyományos nyári rendezvényére. Különleges színfoltja is volt ezen a szombaton az ünneplésnek, hiszen befejeződtek a munkák az orvosi rendelőnél, így sor kerülhetett az átadására. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő a Magyar Falu program jelentőségét emelte ki köszöntőjében. Olyan egyébként kisléptékű beruházások tudnak megvalósulni, amelyek kézzelfogható, érezhető javulást okoznak a falvak életében, az itt élők életminőségében. És talán ennek köszönhető az, hogy manapság már megállt a falvakból való elvándorlás, sőt, újabb és újabb családok települnek le a falvakban. Itt ezen a térség, ebben a térségben ez különösebb problémát eddig sem okozott, hiszen a tájszépsége, az életminőség önmagában vonzó térségé tette Magyarországon, de most már azt mondhatjuk, hogy a sokkal hátrányosabb helyzetű térségekben is gyarapodik a népesség, az emberek ismét felfedezték annak örömét, hogy faluban éljenek, hogy közvetlenül ismerjék a szomszédjaikat, közösséget alkossanak, és ezáltal egy sokkal jobb életminőségen élhessenek, mint mondjuk aki egy lakótelepben, egy 10 emeletes panelházban él. Az ünnepélyes szalagátvágás szimbolizálta az új törekvéseket, a folyamatos fejlődés igényét és szükségességét.
Az országgyűlési képviselő és a község polgármestere mellett a házi orvos dr. Marosi György is jelen volt, aki 26. éve dolgozik a községben, elődje pedig édesapja volt, aki 50 éven át gyógyította a helyieket. Az orvosi rendelő egy valamikori patinás épületben működik. A fejlesztésnek köszönhetően elkészült a rendelőben a fűtési rendszer, kicserélték a kazánt, a nyílászárókat, szerelvényeket. Mindez 3 millió forintos ráfordítást jelentett. Tulajdonképpen beilleszkedik egy ilyen fejlesztési sorozatba, mert már korábban is volt itt fejlesztés. Én azt hiszem, hogy ez egy közbenső állomás. Mindenképpen nagyon jó, hogy megvan, és tovább kellene lépni berendezésbe és orvosi eszközökbe is. Hát remélem, hogy a jövőben sikerül majd ezeket is elérni, ezeket a célokat is. Az utóbbi időszakban több tervezett felújítás is megvalósult. Művelődési házunk tetejét cseréltük le. Mellette az udvart is rendbe tettük, az már önerő kellett, de a temetőkerítését, kapukat tettünk, egy járdát építettünk, és most a plébániára van egy nyertes pályázatunk, az egyházközség által pályáztunk, a számlánkon van ott is már a beruházás támogatási összege. A falunap jó alkalom ezen eredmények összegzésére. Ez a falubeliek ünnepe, amikor jól esik együtt lenni, beszélgetni, részt venni a színes programokon és a közös étkezésen, amit az önkormányzat biztosított ezúttal is. Idén is megtartották a balatoni strandok kék hullámzászló minősítést, melyen a szigligeti strand kiválóan szerepelt, 5 csillagos értékelést kapott. Balassa Dániel polgármester elmondta, jó visszaigazolása ez törekvéseinknek, az évek óta tartó strandfejlesztésnek. Céljuk idén a szolgáltatások szinten tartása volt, és külön figyelmet fordítanak a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésére is. A szigligeti strandra érkezvén az első benyomás a tisztaság és a rendezettség. Szép napos délelőtt van, ma is sok vendég várható. Vannak, akik szeretnek korán érkezni. Budapestről érkeztünk, és hát a férjem találta egy apartmant, és azért választottuk ezt, mert ez közel van. És mennyire tetszik önöknek a strand, mennyire elégedettek a szolgáltatásokkal? Most vagyunk elsőnek, és meg vagyunk elégedve végül is. Sokat fordítottak tavasszal a meglévő szolgáltatások fejlesztésére, hangsúlyozza a település polgármestere. Például gondoltunk a mozgássérültekre, mozgássérült beemelő lett telepítve tavaly, aztán a tavalyi évben ugye elkészültek az új öltözőkabinok, ezek is rendelkezésre állnak, és természetesen egyéb a strandra kívánt szolgáltatások is megvannak Szigligeten. Én úgy gondolom, hogy talán Balaton egyik legszebb és legfejlettebb strandja miénk, és minden adott ahhoz, hogy a strandolók itt nyugodtan tölthessék az idejüket. Visszatérő nyaraló Tarna Istvánné, ez a legkedvesebb strandja, mint mondja. Nagyszülei ebben a községben éltek. Viszonylag nyugodt, tiszta, szép. Nekem itt a Tapolcai medence az a szívem csücske, az érzelmek miatt. Balassa Dániel polgármester büszkeséggel szól a kék hullámzászló minősítésről. Ez a munka visszaigazolása, és egy jó visszaigazolás, hiszen ugye évek óta ezt az 5 csillagos szintet tudjuk elérni és tartani, úgyhogy úgy gondolom, hogy az irány, amit meghatároztunk pár évvel ezelőtt, az jó. Az a strandfejlesztés és azok a beleölt energiák és pénzek, amik az évek során ide kerültek a szigligeti strandra, ezek megtérültek, és szeretnénk ezt továbbra is megőrizni, és természetesen amennyiben forrás rendelkezésre áll, majd még új dolgokat megvalósítani, hogy még jobb legyen. A következő évre például szeretnénk egy kicsit zöldíteni a strandot, ez nem a fű mennyiségére vonatkozik feltétlenül, hanem a Balaton élővilágára, illetve a környezetvédelemre felhívni a figyelmet, és különböző olyan kisebb fejlesztéseket megvalósítani, amik ebbe az irányba mennek majd. Véleménye szerint a strand fő vonzereje az egyenletes fűszőnyeg, továbbá a vízminőség is kiváló, nem iszapos a partszakaszuk. Ki kell emelni emellett, hangsúlyozza, hogy rendkívül családbarát a strand. Nagyon jó itt, viszonylag meleg a víz, és a gyerekek jól tudnak homokvárat építeni. Amikor strandot választottak a mai napon, például fontos szempont volt, hogy rendelkezzen egy ilyen partszakasszal? Igen, fontos volt, hogy legyen gyerekrész kialakítva. A strand működtetése abból a szempontból is fontos, hogy ez a község egyik fő bevételi forrása. A
strand és a vár hoz annyi bevételt, amennyiből a dolgozói állományt fent tudjuk tartani. Tehát lényegében a községnek a működtetéséhez ez a két turisztikai célpont az, ami a legkomolyabban hozzájárul. Úgyhogy, de nekünk igazából nincs is más, tehát nincsen iparunk, nincsen más olyan bevételi forrásunk, amivel komolyabban lehet számolni. Szigliát a turizmusból él, ezt tudomásul kell venni, és ebből tudjuk fenntartani ezt az állapotot, ami jelenleg is látható a községben. Számos pálinka versenyen indul a Sümegi Pálinkaház. Ezek közül is kiemelkedik a Solyban rendezett bírálat, ahonnan sokféle díjat is elhoztak a Bés pálinkával. Ez a fajta kiváló minőségű alapanyagokból készül azzal a nagy szakértelemmel, amit már megszokhattak a pálinkaház vendégei. A nyári időszakban is folyamatosan lehet náluk pálinka kóstolásra jelentkezni, ahol természetesen a többszörösen díjnyertes pálatot is meg lehet ízlelni. A Pálinkaház kóstoló termében az asztalon láthatók a legújabb versenyen megnyert díjak. A Pálinkaház vezetője nem kis büszkeséggel mutatja be az elismeréseket, a csúcs minősítéseket. Megnyerte a termékünk a kereskedelmi pálinkák közül a legjobb kategóriát, megnyerte az aranydíj, vagy aranyminősítés mellett megnyerte a champion díjat, tehát a legjobb aranyminősítésű pálinkák közül is a versenyen ezt találták a legmívesebbnek. A legmívesebb pálinkához a műhely a legjobb helyen fekszik, emeli ki Királyházi Magdolna. Ugyanis a gyümölcstermő vidékek közelesnek akár Veszprém, akár Zala megyében találhatók. Így aztán a minőségi gyümölcs jó alapanyagot biztosít. Hálás vagyok az olyan gyümölcstermelő vállalkozásoknak, illetve az olyan magánembernek, aki gyakorlatilag minőségi gyümölcsöt állít elő, mert az ő effektív ténykedése nélkül ez a párlat valószínű, hogy nem lenne ilyen szép. A mi Bírs pálinkánk jelenleg, ami ezeken a versenyeken díjazott lett, két típusú Bírs termékből, Bírs gyümölcsből van, egy Vranya nevezetű Bírs körtéből és a Leskováci fajtájú Bírs alma termékből. A kettőnek gyakorlatilag a fele-fele arányban történő feldolgozása az, ami ezt a szép párlatot adta. A bírs jellegzetes fanyar ízét jól emelték ki azáltal, hogy kétféle bírs gyümölcsöt vettek alapul. A feldolgozása pedig abban az üzemben történt, ahol a többi fajtát, illetve a bérfőzeteket is készítik. A díjnyertes nedület a Sói Pálinka rendzászlós pálinkája. Pálinka Egyesület az még inkább tudja ezzel népszerűsíteni a termékeinket, és sokkal többen kíváncsiak lesznek maga a pálinkaházunkra is, és nem csak kifejezetten a bírs pálinkánkra, hanem ezután kedvet kapnak ahhoz, hogy más típusú pálinkáinkat is megkóstoljanak. Ez tehát az egyik előny, a másik pedig az, hogy a pálinkarendek egy nagy összetartó közösséget alkotnak, mely szakmai megújulást is eredményezhet. Olyan emberek, illetve olyan egyesületek kapcsolódását jelenti, akik elhivatottak a minőségi pálinka készítés és a minőségi pálinka fogyasztás mellett, úgyhogy igazából itt tényleg megértő emberekre és szakemberekre találnak. Mindig történik ezeken a pálinka versenyeken és a díjátadókon is, mindig történik olyan szakmai workshopnak nevezett beszélgetések, ami mindenkit előbbre visz abban, hogy minőségi pálinkát tudjon előállítani. A felkészültségnek, szakmai hozzáértésnek tehát meg is van a gyümölcse. A sok-sok díj mind erről árulkodik. A pálinka azonban kóstolva jó, tehát aki kíváncsi a csúcs minőségű bírsre, látogassa meg a Sümegi Pálinkaházat. Surran a manó, mosdik az angyal láplidért zokog. Bármerre nézek, ismerős minden, itthon vagyok. Táncol a széllel a pásztor meséje, csodáját magamba szívom én. Itt élek,
a világ e féltekén. Felcseperedtem boróka illatán, egy vidék nekem a mindenségem, házam s hazám. Érzem az ízét a számban, a hajnalt a kalászban, szívmelegét a cipóban, bölcsességet a borban, tündér kacaját a gyümölcsben, már mag csirázik a földben, az ümmögést a mézben. Nektárt ajkadról ittam, csókolt szamatát beleírtam a szívemben, egy föltáplál rökön kebelébe zár. Nemesi gulyás napra hívták a csapatokat, és ez volt a Nemes Gulácsi falunap egyik fő attrakciója. Mellette még számos program és szabadidős lehetőség várta a szórakozni vágyókat. Mindenre a község sportpályája melletti szabadtéri helyszínen került sor, hangulatos, árnyas környezetben. Szép hagyománya van annak, hogy a nemes gulácsiak szójátékkal élve nemesi gulyás napra invitálják a helyieket és a községbe látogatókat. Amerre csak nézünk, bográcsok, üstök, jófajta ételekkel. A főzőverseny közepe felé tarthatunk, ezt már jól jelzik a finom illatok, melyek megalapozzák a jó hangulatot. Mindemellett a szervezők arról is gondoskodnak, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat. Köszöntötte a résztvevőket Navracsics Tibor országgyűlési képviselő is, aki úgy véli, fontosak az ilyen események egy-egy közösség életében. Tulajdonképpen ünnepnap egy faluban, és azért is jó, hiszen általában nyaranta vannak a falunapok, amikor jó idő van, az emberek is talán egy kicsit jobban ráérnek kikapcsolódni, és egy kicsit önfelettebbek is. És ez különösen nagy öröm itt Nemes Gulácson, hogy ebben az új közösségi térben, vagy ezen az új közösségi téren tarthatjuk meg ezt a falunapot, hiszen tavaly adtuk át ezt a közösségi teret, és most már láthatjuk, hogy otthon érzik itt magukat a nemes gulácsiak, jó hangulatú rendezvények vannak, és ezzel talán egy kicsit a nyárat is színesebbé teszik. A község polgármestere is az összefogásról, az összetartozásról szólt. Ez az iszonyú rohanó világ, meg annyi problémával szembesülnek, hogy nem tudnak egymásra figyelmet fordítani, végre együtt tudnak lenni. Azokat a dolgokat úgy hátra teszik, ami amúgy megmarad, mert hazamegy utána, nem tud mással foglalkozni, csak velük. Elfelejt, és akkor végre egymással foglalkoznak. Az, hogy jól érezzik magukat. Én mindig mondtam, én már nem vagyok olyan fiatal ember, de hát én azért a 60-as években, amikor éltem, tudom, hogy az emberek közti kapcsolat mindig másod. Én mindig ezt le azt szokom mondani, hogy a nincs, az összeteszi az embereket, a van meg sajnos szétszedi. És akkor ilyenkor ez a nincs és van, ez eltűnik, és akkor leülnek az emberek egymás mellett, egy jót beszélgetnek, egy pohár bor mellett, ami amúgy kell, és csupa olyan dologra gondolnak, ami jó az életbe. Mint például a gulyás elkészítése és aztán közös elfogyasztása. Tehetjük hozzá ehhez a gondolathoz. Ennél a szépen díszített főzőcsapatnál babgulyás készül füstölcsülökkel. Barátaink hívtak meg, ők mondták ezt az eseményt, és így ez alapján jöttünk ide. Nagyon különleges segítség a gulyásban, tehát fűszerekkel lehet játszani. Meg legyen benne jó sok paprika. A táncoló talpak csapata is úgy véli, elengedhetetlen, hogy itt legyenek. Nagyon sokat jelent, ugye mi a faluért vagyunk, ugye mi, mindegyik táncoló talpaknak a csapattagja, ő gulácsi. És ugye minden rendezvényen föllépünk, ahogy az idő engedi. Tehát főznek, majd táncra perdülnek. Ez lehet a titka, ez az aktivitás a nemesi gulyásnapnak. 12 csapat mérte össze főző tudományát, és a jó hangulatú programok vég nélkül folytatódtak. Magyarországon számos túrázásra alkalmas folyó és állóvíz található. Érdemes kipróbálni az evezést, mert páratlan élményben lehet részünk.
Azonban veszélybe is kerülhetünk, ha nem megfelelően készülünk fel a vízisportokra. A vízbefulladások nagy része megelőzhető, ha van rajtunk mentőmellény. A vízimentők magyarországi szakszolgálata a nyár folyamán rendszeresen mutat be rövid filmeket, melyek a vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Most elsőként tehát a mentőmellény fontosságáról szól a következő összeállítás. Magyarországon sokfelé találunk olyan gyönyörű, vadregényes vizeket, ahol kikapcsolódhatunk, sportolhatunk, élvezhetjük mindazt, amit a vadvizek adnak nekünk. De pillanatok alatt kerülhetünk veszélybe, felnőttek, jól úszók is. Magyarországon kajakban, kenuban, csónakban 14 éves kor felett nem kötelező mentőmellényt viselni, csak be kell tenni a hajóba. A mentőmellény nem strandeszköz. A mentőmellény nem matrac. A mentőmellény nem ülés vagy sarokpárna. Mindenki azt hiszi, hogy a baj csak mással történhet meg. Egy vízbe esett ember pillanatok alatt elmerülhet. A magyarországi vizek nem átlátszóak. Még mi is nehezen találunk meg egy elmerült testet a meder alján. A mai mellények már kényelmesek. Nézd meg a sportolókat, ők ebben nyernek versenyeket. És többféle fazonból, színből lehet választani. Akár dizájnos darabokat is viselhetsz. Mi, vízimentők, azt javasoljuk, hogy mindig viselj mentőmellényt, amikor vízen sportolsz. Várja a jelentkezőket az önkéntes katonai szolgálatra a Magyar Honvédség. 18 és 65 év között mindenkit várnak, aki szeretné megszerezni az általános honvédelmi alapismereteket, megtapasztalná a Magyar Honvédség mindennapjait. Kiemelten szeretnék megszólítani a fiatalokat, akik számára a felsőoktatási felvételinél többletpontokat is jelent az önkéntes katonai szolgálat. A jelentkezési határidő augusztus 15-e, a kiképzések szeptember 5-én indulnak. Híreink végére értünk, azonban hamarosan kezdődik a Zóna magazin. Nézzük, milyen témákat hoz mai műsorvezetőnk, Iván Anna. Köszöntöm nézőinket! Kulturális témákat hozunk mai magazinunkban. Ha még nem jártak Sáskán, egyszer érdemes felkerekedni és körbejárni ezt a kis zsákfalut, ahol az elmúlt hétvégén rendezték a jó hangulatú falunapot, és igazán összetartó közösséget ismerhettünk meg. Aztán ugyancsak kirándulási célpont lehet a nyirádi Rókadombi-tó, amit ezúttal a nyirádi táborozók vettek birtokba, és természetesen megismerkedtek a horgászat alapjaival és izgalmas élményével is. Harmadik kulturális témánk Kapolcsra kalauzolja el nézőinket. Megmutatjuk a Kapolcska Összművészeti Tábor és Mini Fesztivál legjobb részleteit. Mindezen témáink előtt azonban közélet. Navracsics Tibor miniszter Sáskán adott interjú televíziónknak a mindannyiunkat érintő energiavészhelyzettel és más aktuális témákkal kapcsolatban. Tehát érdemes velünk tartani, ma én várom Önöket a Zóna magazinnal.
Kedves nézőink, most programajánlónk következik. Ezen a hétvégén is választhatunk kedvünkre való programot, ha kikapcsolódásra vágyunk. 31. alkalommal várja a látogatókat a Művészetek Völgye Kapolcson, Vigán Petenden és Talján Dörögdön. A völgy látogatók idén is számos újdonsággal szembesülhetnek. Például elsőként említjük, hogy csak kártyás a völgy, azaz bankkártyával vagy a helyszínen feltöltött FestiPay kártyával lehet fizetni. A panoráma színpadon óriási attrakciókkal készülnek. Indulásra kész a Kőbánya udvara, a Mufflon Jazz udvar, és itt lesz a Momentán társulat is. Tehát július 22-től július 31-ig irány a Művészetek Völgye. Sümegre is érdemes ellátogatni. Másszuk meg a Várhegyet, vesszünk el egy kicsit a középkor rejtelmeiben, nézzünk meg egy lovagi tornát, és ha még ez sem lenne elég, ezen a nyáron többször is lesznek egész estés lovas színházi produkciók. Elkezdődött már a színházi évadunk a lovagi arénákban, ugye múlt hét vasárnapján volt egy nagy sikerű előadás a Nemzeti Lovas Színháznak, és két hét múlva, tehát július 31-én lesz a következő előadás, az Aladdin, ez egy mesejáték lesz, egy mese musical, szerintem nagyon sok látogatót fog vonzani, és augusztus 14-én a szokásos nyári fesztiválunkat, a Végvári napokat zárjuk a következő előadással, ami a honfoglalás címet viseli. Mekkora sikere van a lovas színházi előadásoknak, mennyire van igénye a közönségnek az ilyen jellegű produkciókra? Igen, ez egy próbálkozás a részünkről is, ez a harmadik évad, amit itt a Tiborékkal együtt szerveztünk itt Sümegen, és egyre nagyobb az érdeklődés és a siker, hiszen ez egy szép nyári esti program, a sümegi vár kivilágítva, a legszebb díszlető szolgál szerintem, fantasztikus lovak, éneklés, tánc, tehát minden adott, ami egy nyári esti kikapcsolódáshoz szükséges. Lesence Istvánon kortárs művészeti fesztivált és kiállítást tartanak július 20-ától egészen 31-ig. Itt is különleges programokkal várják az érdeklődőket. És végezetül még egy színház ajánlunk a végére. Nyáron Szigligetre költözik a Centrál Színház. Július 21-től 31-ig minden este 8:30-tól várunk benneteket csodálatos panorámával a Várudvarba, ahol a Házassági Leszkék közé haladunk című előadást játsszuk Kovács Patriciával, Balsai Mónival, Smicolival és jó magammal. Akartok nagyokat nevetni és egy picit gondolkodni, akkor gyertek el, várunk benneteket! Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek! A Zóna Televízió programajánlóját a Sümegi Hotel Kapitány Wellness támogatja. Híradónk végén nézzük, milyen idő várható a következő napokban. Cseh Zoltánt hallják, a vmeteo.hu szerkesztőjét. Most nézzük híreinket ismét röviden. Ünnepélyes átadás, megújult az orvosi rendelő Nemes Vitán. 5 csillagos értékelés. Kiváló idén is a szigligeti strand. Rangos díjak, mindent vitt a sümegi Bils pálinka. Nemesi gulyásnap, sikeres főzőverseny, színvonalas programok.
A Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban is tartalmas témákat kínálunk Önöknek. Ez itt a Zóna magazin, és már mutatjuk is a kínálatunkat. Sokakat érintő döntések. Interjú Narvasics Tiborral. Díjeső virágosításért. Sikeres volt a falunap Sáskán. Nyári tábor. Kipróbálták a horgászatot is a nyirádi gyerekek. Minifesztivál. Hatodik alkalommal valósult meg a Kapolcska. A Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Szemorvosként gyakran a Panoptix multifokális műlencsét javaslom pácienseimnek szürkehályog műtétjükhöz. Öröm látni, amikor az operációt követően ismét visszanyerik látásuk szabadságát. Válassza a Panoptix multifokális műlencsét, mellyel akár szemüveg nélkül élhet szürkehályog műtétje után. Bővebb információért látogasson el a www.alkonmülencse.hu honlapra. Kérjen teljes körű tájékoztatást szemorvosától a szürkehályog műtét várható előnyeiről és kockázatairól.
A kormány a múlt héten jelentette be az energiaveszélyhelyzetet, melynek nyomán a meghozott intézkedések érzékenyen érintik a lakosságot. Erről is nyilatkozott televíziónknak dr. Navracsics Tibor, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Elmondta véleményét a katás vállalkozókra vonatkozó döntésről, és arról, hogyan érint bennünket a járvány, a háború és a gazdasági válság együttesen. Sáskán készült az interjúnk, ahol a falunapi rendezvényen vett részt a miniszter. Miniszter úr, közösségi programokon vett részt a mai napon a választókerületben, csupa jó hangulatú rendezvényen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az embereknek a hangulata most nem ilyen rózsás, mint ahogy ez látszik ezeken a programokon. Igen, hát én is találkoztam a beszélgetések során azokkal a témákkal, amelyek a politika mindennapi témái is, emelkedő árak, nehezebb életkörülmények, a rezsicsökkentés jövője, az energiaárak, illetve az, hogy a jövőben mi a hasznosabb, hogyan fűtsünk, hogyan, milyen energiafelhasználásra rendezkedjünk be. Ez nem csak a nagy politikát érdekli, ez látszik, hanem az egyszerű embereket is, akik a hétköznapi életüket élik. Az energiaveszélyhelyzettel kapcsolatban mi a kormánynak a célja, mi a kormány álláspontja? Úgy szeretnénk korlátok közé szorítani a fogyasztást, hogy ez ne okozzon sokkot. Azzal számolunk, hogy mivel nem tudjuk, hogy a háború mennyi ideig fog tartani, és azt sem tudjuk, hogy mennyire fog eszkalálódni, mennyire terjed ki más területekre is, de az elég jól látszik már most, hogy az orosz energiaszállításokat érinti a háború menete, és hát Oroszország hozzáállása is. Éppen ezért az a célunk, hogy a lakosságot is egyrészt takarékosság felé ösztönözzük, másrészt pedig arra ösztönözzük, hogy találják meg azokat az energiaforrásokat, amit egyébként maga a kormány is keres, amelyek nem kötöttek az orosz energiához. Ennek keretében gondolkozunk bányák nyitásán, újranyitásán, szén, lignit bányászat, újbóli megindításán, a Paksi atomerőmű reaktorainak élettartamát meghosszabbítottuk, felgyorsítjuk Paks 2 építését, a jövőben a megújuló energiáknál is nagyobb támogatás lesz, nagyobb hangsúlyt fektetünk az energiapolitikában, vagyis a jövőre vonatkozóan próbáljuk minél inkább függetleníteni Magyarországot a gáz és orosz gáz és olajszállításoktól. Nyilván ez a jelenben jelentős problémákat fog okozni, maga az átállás, az emelkedő árak, az, hogy ma már nem lehet kapni sok helyen fát, tüzelőfát, hiszen sokan felvásárolják a kályhákat is, a tüzelőfát is. Ez sajnos a mindennapunk része, attól tartok, hogy ez ősszel is így lesz még. A rezsicsökkentésnek a jelenlegi formáját meddig tudja tartani a kormány? Vannak-e elképzelések ezzel kapcsolatban? Mivel nem tudjuk, hogy meddig tart a háború, azért észszerűsítettük most, vagy azért szűkítettük most a jogosultsági kört, hogy lehetőség szerint ezzel át tudjuk vészelni a háború időtartamát. Ugye a rezsicsökkentés legnagyobb támasza az olcsó energia. Ebből a szempontból versenyt futunk az idővel, hiszen Paks 2 megépítése és Paks 2 üzembe helyezése a rezsicsökkentés szempontjából kulcsfontosságú, de ameddig odáig nem jutunk el, addig is valahogyan át kell vészelnünk ezt az időszakot, és amikor a között kellett választanunk, hogy általában szüntessük meg a rezsicsökkentést, vagy úgy korlátozzuk a felhasználását, hogy a legrászorultabbak mégis élvezhessék ennek az előnyeit, akkor egyértelmű, hogy ez utóbbi mellett döntöttünk, abban a reményben, hogy lehetőség szerint ezt minél hamarabb majd ismét teljes körülvé tudjuk tenni. Lehet pontos számot mondani, vagy százalékot, vagy szorzót, hogy mennyivel lesz több várhatóan a lakosságot érintő rezsiszámla? Hát mindenféle számok elhangzottak itt már, de mindenki igazából kalkulál, hiszen a jövőre vonatkozó vásárlásokról, szállításokról van szó. Az biztos, hogy maguk az energiaárak többszörösére nőttek. Ezt valaki láthatja akár a benzinkutaknál, de sajnos, hogyha megnézi általában a gáz, az olaj felvásárlási árát, akkor is láthatja, hogy többszörös áremelkedésről van szó. Tehát a nem észszerű felhasználás esetén ezek az energiaszámlák szintén a többszörösükre tudnak nőni sajnos. Az árstoppokkal kapcsolatban, ami ugye az üzemanyagárakra vonatkozik, illetve az alapvető élelmiszerekre, mi a kormány álláspontja? Tudják tartani még ezeket az árstoppokat? Mindenképpen szeretnénk, ugyanis a mi számításaink szerint az árstoppok 4-5%-ot vesznek el az infláció mértékéből, azzal, hogy ellenőrzés alatt tartják az árakat. Tehát
ha ezek megszűnnének, akkor még magasabb árak lennének, sőt azt a félő, hogy mivel alapvető élelmiszerekről és üzemanyagról van szó, ez újra beindítaná az áremelkedés spiráját, vagyis többszörös lenne az infláció. Maga az infláció egyébként, valaki a térképre ránéz és megnézi az inflációs adatokat, akkor egyértelműen mutatja, hogy háborús jelenség, hiszen azokban az országokban a legmagasabb, a balti államokban, Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, amelyek határosak a háborús zónával, és a nyugat-európai országokban alacsonyabb. Ebből adódóan, ha az infláció tempója, kialakulása és tempója a háborúhoz köthető, akkor reményeink szerint az infláció csillapodása és a háború végéhez lesz köthető. Tehát abban bízunk, hogy minél hamarabb vége lesz a háborúnak, lesznek béketárgyalások, lesz egy béke megállapodás, és akkor talán ezek az ársapkák is elérik a hatásukat, hiszen megakadályozták, hogy inflációs időszakban emelkedjenek az árak, sőt csillapították magát az inflációt, és az infláció csillapodásával, enyhülésével pedig ismét fel lehet szabadítani ezeket az árakat. Nagyon sokakat érint a katás vállalkozással kapcsolatos döntés. Önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Mennyire volt ez szükséges, indokolt? Ezzel a szabályozással gyakorlatilag visszatérünk az eredeti szabályozáshoz. A mi számításaink szerint az utolsó időszakban a katát választóknak mintegy 4/5-3/4 valamilyen szempontból már az eredeti rendeltetésétől eltérő módon használta a katát. Egy olyan általányadózási formaként használta, amelyel valójában a közterviselést akarta megkerülni, tehát magasabb keresetűek, adott esetben vállalatoknál vezető pozíciót betöltő emberek a fizetésük egy részét katába vitték át, a másik részét máshogy oldották meg. És ennek az igazi hátránya egyrészt a közterviselés megkerülése, másrészt pedig az, hogy a nyugdíjkasszában nem fizettek be. A magyar nyugdíjrendszer olyan, hogy a minden havi befizetésekből tudjuk kifizetni a nyugdíjakat. Ha az aktív polgárok az adóelkerülést választják, akkor nem lesz elegendő pénzünk a nyugdíja kifizetésére. Amúgy is rossz a demográfiai helyzet, kedvezőtlen a korfa, vagyis az aktív népességnek egyre többet kell teljesíteni ahhoz, hogy a nyugdíjasok egyébként megérdemelt nyugdíját ki is tudjuk aktuálisan is fizetni, de ehhez arra van szükség, hogy egy tisztességes, átlátható és mindenki által betartott adórendszerünk legyen. Sajnos a katának az a formája, amit már meg kellett változtatni, ez már ezt a szélt nem tudta betölteni. Miniszter úr, hogyan haladnak az Európai Uniós tárgyalások? Ön egy meglehetősen fontos feladatot kapott ezzel. Igen, technikai szinten jól állunk. Azt is mondhatnám, hogy akár holnap alá lehetne írni a megállapodást, ha meg lenne a politikai akarat. Most a bizottságtól várjuk. Mi a magunk részéről megtettük az ajánlatunkat, elmondtuk, hogy mi milyen pontokon tudunk együttműködni, hol látunk kompromisszumokat lehetségesnek. Most várjuk a bizottság válaszát több kérdésben is. Attól félek, hogy a különböző politikai harcok és a politikai konfliktusok negatív irányba fogják befolyásolni a tárgyalásainkat. De technikailag a megállapodások lényegét tekintve teljes az összhang. Megállapodtunk, most már egy-két apró kérdés van. Én abban bízom, hogy az év második felében legyűrve ezeket a politikai ellenállásokat és politikai konfliktusokat is alá tudjuk írni a megállapodásokat. Végezetül azt hadd kérdezzem meg, hogy mivel lehet megnyugtatni az embereket. Most azt gondolom, hogy itt nálunk Magyarországon sokan aggódnak a jelenlegi helyzet miatt. Igen, a második világháború óta szerintem nem volt Európa ilyen nehéz helyzetben, hiszen láttunk már háborút, éppen a szomszédságunkban délen, a délszláv háborúkat, láttunk már gazdasági válságot, láttunk már járványt is, de hogy mindez egyszerre jelentkezzen, erre 1945 óta nem volt példa. A mi nemzedékünknek ez a nagy kihívása, hogy ezt tudjuk kezelni. Én úgy gondolom, hogy ez a kormány, amely az elmúlt 12 évben ezért számos válságon keresztül vezette már Magyarországot, méghozzá jól vezette keresztül, hiszen az ország végig növekedni tudott, és ma már több regionális vetétársát lehagyva jelentősen tudott felzárkozni az Európai Uniós átlaghoz. Nincs kétségem, hogy most ezt az egy-két évet, ami talán nehezebbnek vagy viharosabbnak ígérkezik, ezt is biztos kézzel tudjuk átvészelni. Jó idő, jó hangulat, gazdag programkínálat. Ezek jellemezték az idei Sáskai falunapot. Számos csapat indult a hagyományos főzőversenyen, sok családhoz érkeztek rokonok, és a faluból elszármazottak is hazalátogatnak ez alkalomból.
Elismerések átadására is sor került, jutalmazták azokat, akik sokat tettek a község virágosításáért. Riportjainkból az is kiderül, hogy a sáskaiak igazi összetartó közösséget alkotnak. Igazi vidéki idill fogadta a látogatókat, már ezzel is jelezvén a gondos előkészületeket, és legfőképpen a szíves látást. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindennel készültek a szervezésben élenjárók, igazán kitett magáért ez a mindössze 300 fős kis zsákfalu. Milyen szempontok alapján állították össze a mai napnak a programját? Hát elsődleges szempont, hogy családoknak szóljon, tehát az idős korosztályt is megszólítsa, a fiatalokat is, családokat, tehát ha jön a nagymama, az hozza az unokát, ha a családok jönnek, azok hozzák a gyermekeket is. Tehát a gyermekeknek játszóházat szerveztünk, csillámtetoválást, főzőversenyt a családoknak, épp most szól az operett, a kis operett műsor, az idősebbeket pedig ezzel vártuk. Hogyan lehet megújulni, hogyan lehet évről évre újabb dolgokat kitalálni? Hát ez egy nagyon fogas kérdés. A testülettel mindig összeülünk és ötletelünk. Nem egyszerű, mert nyilvánvaló van egy keret, amit fel tudunk használni, tehát azt nem lehet túllépni, nem lehet egymásra licitálni, mindenében nem lehet újat nyújtani, de igyekszünk mindig új fellépőket hívni, vagy akik nagyon jók, azokat meg szoktuk hívni újból, és annak nagyon örülnek a vendégek. És mit jelent a falunap az itt élőknek? Utána még beszéd téma? Tehát ez egy olyan esemény, amelyet szívesen emlegetnek? Igen, általában elmondják a véleményüket. Tehát a jó vélemény az mindig jól esik az embernek, de az építő kritikát is nagyon-nagyon szeretnénk mindig meghallani, és azt is elmondják. A gyermekek hamar birtokba vették azt a területet, ahol számos népi jellegű szórakoznivaló várta őket. Vidáman töltötték az időt. Melyik játék tetszett neked a legjobban? A hinta. És miért? Mert mindig abban hintázok. És kivel vagy most itt ezen a programon? Kivel jöttél? Az apuval. Nos, akkor halljuk az apukát is. Mi a véleménye a falunappal kapcsolatosan? Mennyire van szükség erre az itt élő közösség szempontjából? Nagyon szükségük van rá igazándiból, mert összehozza az embereket, meg a fiatalok minden igazándiból. Mit tetszik önöknek a legjobban a délután folyamán? Itt ezek a játszóterek igazándiból a kisgyerekekkel, mi nekünk főleg. De ezek a motorok is szépek, meg úgy az egész, minden jó. Összességében el lehet itt tölteni néhány órát? Igen, el lehet. S míg a kicsiket a játszótér hozza lázba, a felnőttek már estére készülnek. Mennyire van szükség időről időre, egy ilyen napra, mint ez a mai? Hát ez mindenféleképpen kell ilyenkor nyáron kikapcsolódni. Kikapcsolódni a munkából, egy kicsit szórakozni, ez azért így jó. Mennyire összetartó a közösség itt Sáskán? Nagyon, nagyon összetartó, hál' Istennek. Úgyhogy megvannak a baráti társaságok, úgyhogy összetartó egy csapat. Azt vettem észre, így, mióta kint lakunk. Úgyhogy... És melyik az a program, amelyik különösen izgalmas volt a mai napon, vagy lesz? Az esti bál. A fesztiválozók között találkozunk a díszes ruhába öltözött pásztorokkal, akik a régi idők hangulatát idézik. Konkó József itt él a faluban, 1979 óta juhászkodással keresi a kenyerét. Ezt az öltözéket csak az ilyen nagy ünnepeken viseli, mint a mai is. A Bársony az egy bakonyi, régi, hagyományos pásztor öltözék. Hát igaz, a gombom ez csikós gomb, de fényes gombos ruha. Ez egy bakonyi szűr, de ma vannak rajta kicsike hímzések. Ezt most már csak ünnepen hordjuk. És hát elég nagy hagyományos pásztor gyűjteményen van, 300 csengőn van, meg olyan 80-100 darab botom, meg vagy 100-150 kolompom.
tehát nagy becsben tartja a juhász élethez tartozó eszközöket, tárgyakat, csak úgy, mint a programokon való részvételt. A célja a mai pásztoroknak megmutatni még ezt a hagyományt addig, míg élnek. Fontos az, hogy meghívtak a falunapra, hogy hozzuk össze ezt a pásztortalálkozót, és máshova is megyünk ilyen pásztortalálkozóra, ahova meghívnak bennünket, akkor beöltözünk, és akkor összejövünk a régi öreg pásztorokkal. Akkor ön már régóta él Sáskán? 40 éve. Milyen hagyománya van a pásztorkodásnak? Az ön ősei is pásztorkodtak? Apám igen. Apám 13 éves kora óta juhász volt. Hát volt kocsis is, tehenünk is volt, de leginkább a birka mellett volt. Na és a mostani gyerekek? Hát arról, hogy nem mondjak semmit. Nem biztos, hogy ezt akarják. Nem biztos. A falunap természetesen nem lenne kerek a főzőverseny nélkül, s bár az ételekből keveset tudunk mutatni, mert jó részt már elfogyott, a csapatok táborhelyénél a hangulat még nagyon vidám. Mi a mai nap egy alföldi ételt csináltunk, dödöllét sütöttünk tárcsában, kecskesajtot töltött húsgombóccal készítettük. És hogy honnan jött ez az ötlet? Hát nem tudom, valami különlegeset akartunk csinálni. Tavaly lecsót főztünk, mert azt nem csinál senki. Az idén is valami különlegeset, hogy a pörköltet mindenki főz, valami, és ezért lett a dödölle. Ez egy ilyen hagyományos magyar étel. És kik a csapattagjai, barátok? Hát igazából mi munkatársak vagyunk, a válogatott fakvacok csapata, mindegyünk asztalos, és így jött egy ilyen csapat, több ilyen rendezvényen vettünk részt, mindenféle más helyszíneken tócsit sütünk, kolbász sütőversenyeken, ilyeneket. És ez egy ilyen összeszokott régi csapat. Szóval én Sásken születtem, és nekem tradíció, hogy itt legyek a falunapon, mindig részt vettem a falu életében, és ezért nagyon fontos, hogy itt legyek, és valamivel készüljek mindig. Általában nagy munkamegosztás jellemző a főzőcsapatoknál, mint ahogy ezt részletesen bemutatja az egyik jókedvű társaság főszakácsa. Az első emberrel felszerettem a hagymát. Az nagyon ment neki. A feleségem az már tegnap felszerette a húst. Tehát az, hogy én nekem csak ide kell hoznom. Az én szervezésemben még az belekerült, hogy itt összehozom a csapatot, aki a paradicsomot, a paprikát, beletegye a helyére. Úgyhogy igazándiból én nekem csak annyi volt a dolgom, hogy ezt a csapatot összehozzam. Én nem értek a főzéshez. Önök sáskaiak itt élnek? Igen, sáskaiak, igen. Fontos, hogy itt legyenek a falunapi programok? Természetesen, ezt mindig. Mindig szeretjük ezt a falunapot, nagyon szeretjük itt lenni. Hozom ki a kis csapatomat, ő az egész csapatom, aki itt van kint. Kis barát köröm, ők főznek. Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt legyünk, igen. A hangulat még csak fokozódott estéhez közeledve, a színpadon éppen közkedvelt operett műsort láthattak a műfaj kedvelői. Az asztalon jó nagyot kocogok, és százi címe jó bort hozatok. De minden lehetek a borok, de minden sáska borok. Az év folyamán ez az egy olyan nagy rendezvényünk, amit szabadban meg tudunk tartani, rendezni, meg ugye gyerekprogramokkal együtt a felnőtteket is tudjuk szórakoztatni, és igazából
ez a legnagyobb olyan rendezvény, ami az elszármazott lakosokat is vissza tudja csalogatni, és itt a diák barátságból induló osztálytársak, haverok, azok a tini buborék évekből, ugye ezek fennmaradt barátságok, ilyenkor a főzőkkel együtt ugye visszatérnek ide a faluba, úgyhogy megmondom őszintén, hogy ilyen 50-50%-ban van jelen a lakosság, meg ugye a vendégség, úgyhogy szerintem ez az egy ilyen nyári, főleg, hogyha az időjárás kedvez, akkor a legszínvonalasabb műsorunk vagy falunapi rendezvényünk. Nagyon sok rendezvény van most ezen a hétvégén is. Jelent-e ez valamiféle konkurenciát, vagy itt megvan a törzs közönség? Hát megmondom őszintén, mi a világ közepén élünk. Nagyon jó visszhangja van a Sáskai falunapnak, meg akár a délutáni gyerekprogramoknak, meg az esti szabadtéri bálnak. Mindig jótékonysági bált szoktunk rendezni, csak az idei évben ugye mindenkinek kiméljük a pénztárcáját, és ezért úgy gondoltunk, hogy az önkormányzat ezt is finanszírozza, és akkor ingyen szabadtéri bál lesz. Jótékonykodni most nem gyűjtünk semmi olyanra, hanem mindenki érezze csak jól magát igazából. Milyen forrásból tudják finanszírozni a falunapi rendezvényt? Hát az önkormányzati önerőből támogatásokat, ilyen pályázatokat nem adtunk be az idei évre. Az ilyen mellék programok, amik egész évben mennek, ilyen kisebb kézműves foglalkozások, azok pályázati anyagból, meg a kulturális összegekből valósulnak meg, de erre ugye a testület, ami x ezer forintot félre rakott, és akkor a költségvetésbe ugye ebből finanszírozzuk. Részt vett a falunapon Navracsis Tibor országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében azt hangsúlyozta, aki Sáskára érkezik, garantáltan jól érzi magát. Itt lakik, itt él, vagy akár csak nyaralója is van, az biztos, hogy szándékosan választotta ezt a települést. És hogy mennyire kedves és jó település, ezt jól mutatja ez a mai falunap is, ahol sokan vannak jó műsorral, jó szórakozással és jó étellel telik az idő vélhetően. Azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat a mai este folyamán is, és az év többi napján is őrizzék meg az egészségüket és a boldogságukat. Mint ahogy látják, a köszöntő után valósággal díjeső volt, sokan részesültek elismerésben. Egy nagyon szép kis kezdeményezést kezdtünk el már évekkel ezelőtt, a Virágos Sáskáért kitüntetéseket hirdettünk meg, aki igazából valamilyen utómódon vagy valamilyen kis aprósággal hozzá tudott járulni a közterületeknek a gondozására, szépítésére. Azokat a lakosokat szeretnénk egy kis aprósággal, egy oklevéllel mégis színpadon megemlíteni, és akkor igazából a sáskai lakosság szemében is egy kicsit kiemelni. És hála Isten azt tudom mondani, hogy 10-11 emberrel kezdtük, most elég nagy lett a testület döntése alapján, kibővítettük ezt a névsort, lakosság az egyre-egyre bővebb lesz, és akkor egyre szebben örökbe fogadnak egy köztéri szobrot, vagy egy régi keresztet, és akkor felújítják, gondozzák, virágosítják, ez Sáska virágosításáról szól. És az egész nap Sáskáról szólt, a Sáskán élőkről, az ide visszajárókról. Valahogy mindenki talál itt valamit, ami vonzza, ami örömet nyújt, és aztán nem is engedi el. Az idei falunap is hozzájárult ahhoz, hogy a kisközség lakói ezt megérezzék, és aztán ne is felejtsék, tartson ki legalább jövő ilyenkorig. Nyírádon az önkormányzat szervezésében zajlanak a nyári napközis táborok. Két turnusban közel 80 diák élvezhette a kikapcsolódásnak ezt a formáját. Sokféle színes programot állítottak össze az óvodapedagógusok, és ezek közül is kiemelkedett az a nap, amikor a Rókadombítóhoz kirándultak és ott töltöttek egy egész napot horgászattal, napozással, kézműveskedéssel. Itt látogatta meg stábunk a táborozókat.
Ha számba vennénk, mi szükséges a nyári vakációhoz, akkor ez a kép biztosan benne lenne. Hatalmas kerékpárhalmaz, amit látunk, ugyanis a tóhoz vezető körülbelül 3-4 kilométeres utat a diákok ezekkel a járművekkel tették meg. Elsőként a nagy-nagy nyugalom, a vízpart szépsége tárul elénk. A gyerekek láthatóan élvezettel derítik fel a terepet, és hamar megtalálják helyüket. Van, akit a horgászat köt le, van, aki heverészik, vagy éppen egy kis felfedező utat jár be. A tábor az Erzsébet program és az önkormányzat támogatásával jött létre, ezen felül civil szervezetek és vállalkozók is hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Van közel 80 fő van mindegyik turnusban, vegyesen a középsős óvodás korcsoporttól a 8. osztályig bezárólag. A mai nap a horgászat napja, itt a gyönyörű nyirádi rókadombi horgásztóhoz hoztuk ki a gyerekeket, ez egy hagyomány, minden évben kihozzuk a gyerekeket, vannak már köztük profi horgásznövendékek, és vannak, akik most kezdik, és nagy izgalommal várják, hogy mikor dobhatnak már be. Lesz még bőrdiszműves foglalkozás, illetve a mezei virágokból, termésekből szőni fognak a kollégák a gyerekekkel. A gyerekek türelmesen várakoztak a horgászbotokra, és semmiféle ellenérzésük nem volt a lisztkukacokkal szemben. Először felakasztjuk a csalit, utána meg bedobunk. És sikerült fognod valamit? Igen. Mit? Fogtam már keszeget, meg pontyot. Hú, de ügyes vagy, és mi a legjobb ebben a táborban szerinted? Minden. A gyerekekben még élénken él az előző napi habparti. Ő a tűzoltó bácsi eljött, megcsinálta a samponnal a habot, aztán kilőtte. És mi tetszett neked ebben a legjobban? Az, hogy lehettem habba. Neked mi tetszett a táborban eddig a legjobban? Hát nekem a habparti, meg most a horgászat, szerintem minden nagyon jó ebben a táborban eddig. Úgy hallottam, hétfőn egész nap fociztatok. Uh-huh. Ez mit jelent? Hogy képzeljük el? Hogy úgy, hogy kapus is voltam, meg cseleztem is, meg passzoltam is, meg mások is sokat passzoltak nekem is. A strandolást várom a legjobban, mert ez nagyon jó. És miért? Mit gondolsz? Mit fogtok ott csinálni? Csúszdázni is. Hogy indult a mai reggeled? Bementünk 8-ra a táborba, megreggeliztünk, és volt névsorolvasás. És aztán hogy indultatok ide ki a tóhoz? Biciklivel. És milyen volt az út? Rázós. A táboroztató felnőttek munkáját segítik a középiskolások is, akik a közösségi szolgálatukat töltik. Többségük néhány évvel ezelőtt ugyanígy táborozott itt, mint most a kisebbek. Nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni, és nekik segíteni, és főképp örülök annak, hogy annó még én is táboroztam Anika nénékkel, és ez felemelő érzés számomra. És mi a legjobb, mi volt eddig a legjobb élményed most ez alatt a 3 nap alatt? A habparti meg a kézműves foglalkozások nagyon királyak voltak, és szerintem a gyerekeknek is ugyanolyan király lehetett, mint nekem. És milyenek a gyerekek? Te hogy látod? Jók, rosszak, szót fogadnak? Nagyon elevenek, és szófogadóak is, és tényleg igazániból bármit mondunk nekik, arra hallgatnak, és nagyon segítőkészek. Akkor biztosan a jó levegő, és természetesen a sokféle elfoglaltság, a színes programok megtették hatásukat. És mindezt tudatosan szervezik a felnőttek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szabad mozgásra, a szabad játékra,
Tehát a foglalkozások választhatóak, persze azért koordináljuk a gyerekeket, hogy mindenki egy kis produktumot készítsen legalább egyet a hét folyamán, de az önfelett játék, a sportolás biztosítva van egész héten, bujócskázás, a kártyázás, tehát mindenféle olyan játék lehetőséget ajánlunk fel a gyerekeknek, amit önmaguk is játszhatnak, saját kis fantáziájukra építve, illetve amit mi felnőttek koordinál, vagy hogy irányítunk, szervezünk. Kedves nézőink, most következik programajánlónk. Kellemes időtöltést, tartalmas kikapcsolódást kívánunk. Ezen a hétvégén is választhatunk kedvünkre való programot, ha kikapcsolódásra vágyunk. 31. alkalommal várja a látogatókat a Művészetek Völgye Kapolcson, Vigán Petenden és Talján Dörögdön. A völgylátogatók idén is számos újdonsággal szembesülhetnek. Például elsőként említjük, hogy csak kártyás a völgy, azaz bankkártyával vagy a helyszínen feltöltött FestiPay kártyával lehet fizetni. A panoráma színpadon óriási attrakciókkal készülnek. Indulásra kész a Kőbánya udvara, a Mufflon Jazz udvar, és itt lesz a Momentán társulat is. Tehát július 22-től július 31-ig irány a Művészetek Völgye. Sümegre is érdemes ellátogatni. Másszuk meg a Várhegyet, vesszünk el egy kicsit a középkor rejtelmeiben, nézzünk meg egy lovagi tornát, és ha még ez sem lenne elég, ezen a nyáron többször is lesznek egész estés lovas színházi produkciók. Elkezdődött már a színházi évadunk a Lovagi Arénákban, ugye múlt hét vasárnapján volt egy nagy sikerű előadás a Nemzeti Lovas Színháznak, és két hét múlva, tehát július 31-én lesz a következő előadás, az Aladdin, ez egy mesejáték lesz, egy mese musical, szerintem nagyon sok látogatót fog vonzani, és augusztus 14-én a szokásos nyári fesztiválunkat, a végvári napokat zárjuk a következő előadással, ami a honfoglalás címet viseli. Mekkora sikere van a lovas színházi előadásoknak, mennyire van igénye a közönségnek az ilyen jellegű produkciókra? Igen, ez egy próbálkozás a részünkről is, ez a harmadik évad, amit itt a Tiborékkal együtt szerveztünk itt Sümegen, és egyre nagyobb az érdeklődés és a siker, hiszen ez egy szép nyári esti program, a sümegi vár kivilágítva, a legszebb díszlető szolgál szerintem, fantasztikus lovak, éneklés, tánc, tehát minden adott, ami egy nyári esti kikapcsolódáshoz szükséges. Lesence Istvánon kortárs művészeti fesztivált és kiállítást tartanak július 20-ától egészen 31-ig. Itt is különleges programokkal várják az érdeklődőket. És végezetül még egy színház ajánlunk a végére. Nyáron Szigligetre költözik a Centrál Színház. Július 21-től 31-ig minden este 8:30-tól várunk benneteket csodálatos panorámával a Várudvarba, ahol a házassági leckék közé halogatott című előadást játszunk Kovács Patriciával, Balsai Mónival, Schmidt Zolival és jómagammal. Ha akartok nagyokat nevetni és egy picit gondolkodni, akkor gyertek el, várunk benneteket! Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek! Az UNA Televízió programajánlóját a Sümegi Hotel Kapitány Wellness támogatja.
A 6. alkalommal megrendezett Kapolcska őszművészeti tábor és minifesztiválra látogattunk el, ahol 8 művészeti szekcióban vehettek részt idén a gyerekek nagy szakértelemmel bíró pedagógusok vezetésével. Mint minden évben, idén is a tábor egy minifesztivállal volt összekötve. Kapolcska őszművészeti tábor és minifesztivál igazán különleges a táborok palettáján. Célja a tehetséggondozás, tehetségnevelés, készségfejlesztés, amelyek igazán izgalmas és szórakoztató keretek között valósulnak meg. A 6 év alatt egy igazi Kapolcska család jött létre, amelyben mindig vannak új résztvevők, új koncertek és új szekciók. A gyermekeket a szekcióvezetők és vendégtanárok nem oktatják, hanem tapasztalataikat adják át a fejlődés érdekében. Márta István, a Kapolcska program vezetője interjújában a tábor sikerességéről mesélt. 160 fiatal vett részt a rendezvényen, 50 pedagógussal emelte ki. Az időjárás részben segített rajtunk, mert nem volt jégeső és eső, viszont hallatlanul meleg volt, de ez nem érdekelt senkit se. Maga a tábor rész kiválóan sikeredett, új szekciónk is született, ez a cimbalom szekció, szlovák, cseh és ukrán fiatalok közreműködésével is, és hát a többiek, akiket már megszoktunk, itt vannak és itthon vannak, ugyanúgy működtek. 160 gyerek volt, vagy fiatal volt, 50 pedagógussal, és hát ez isteni hely, ez a Malomsziget, a falu Malom, mint központ, és nagyon jók a kapolcsi udvarok, ahol a szekciók voltak, és a betesdás gyerekek is, az a 20-22 gyerek is itt volt velünk, kicsit újabb gyerekek, régebbiek, akik itt vannak. Több olyan fiatal vett részt a táborban, akik mind a 6 alkalommal erősítették a Kapolcska családot. Van közöttük olyan is, akik már nem fértek bele a tábor korhatárába, így segítőként vettek részt a rendezvényen. Hogy vannak, akik kinőtték a Kapolcska tábort. Megöregedtek, hogy így mondjam, kiöregedtek belőle, azok, mint pótanyukák és póttestvérek vannak itt, és felügyelik a rendet, itt vannak a gyerekekkel. Nagyon furcsa, mert most ilyen generációs váltás is lesz majd egyszer valószínű. A program egyik meghatározó eleme az improvizáció, amely még érdekesebbé és különlegesebbé varázsolja a tábort. Örömzenélések, rögtönzött éneklések jellemezték. Az egyik ilyen improvizáció az egykori LGT gitáros énekes zeneszerzőjéhez, Karácsony János Jameshez kötődik, aki a tábor egyik szekciójával a Jazz Impro műhelyen lépett együtt színpadra. Az előadás nagy sikert aratott, és igazi kuriózum volt, miután a performancehoz csatlakozott Márta István, a Kapolcska szülőatya és a Talamba ütő együttes. Az Artisius és Liszt Ferenc díjas Talamba ütő együttes egy különleges zenei utazást kínált idén is a fiataloknak. Zombor Levente, az együttes oszlopos tagja és a szekció vezetője többek között arról mesélt, mi minden fért bele a Kapolcska tábor hetébe,
amivel a szekciók bemutatóján fel tudtak lépni. Minden évben valami különleges programmal készünk a gyerekeknek. Ugye előre nem tudjuk mindig, hogy hány gyerek lesz, illetve hogy kinek milyen képességei vannak, pontosabban hol tart a ütőhangszeres tanulásban. De idén megint úgy jött össze, hogy egy új gyerekünk volt, tehát tulajdonképpen mindenki már ismertük, már dolgozott velünk. Idén a Bosszúálló filmnek a főcímdalát tanultuk meg, illetve egy ír-skót dal egyveleget, illetve a ugye most nagy sikerre ment ugye ez a sorozat a Netflixen, ez a nagy pénzrablás, és ezáltal újra felkapta a fejét a Bella Ciao című dal, ahol Csenge, egy itteni író hölgy is beszállt a szekciómba énekesként. De tanultak Mozartot, kis ézenéből egy rövid részletet, aztán természetesen amadindáztunk is, ahogy szoktunk, illetve egy nagyon érdekes koprodukcióba jött létre a Cup Song, ami néhány évet lesöpört az internetet, ahol több szekcióból is vannak vendégeink a Kapolcska részvevői közül. A népzene szekció egyik oktatóját, Gersi Lilit az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium és a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárát is megkérdeztük, hogyan telt a hét a moldvai énekek és hangszeres dallamok világában. Fantasztikusan telt a hét. Ebbe a táborban, népzenés szekcióba a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Zeneiskola alapfokus növendékei jöttek, citerások meg énekesek, és voltak még növendékek az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban is, onnan egy kicsit idősebb korosztályi 15-16 éves konzisok jöttek. Voltak nálunk dobosok, citerások, hegedűsök, kobzosok, énekesek, meg hát ütőgardont is tanultak, tehát úgy volt az egész tábor, hogy minden gyerek tanult most nálunk minden hangszeren. Ilyen vetésforgóba mentek, tehát minden teremben volt egy oktatás, és a gyerekek mentek körbe. Citeráztak egyet, utána mondjuk mentek ki dobolni, és fantasztikusan érezték magukat. Moldvai összeállításokkal foglalkoztunk, és készítettünk. Ha már volt szó a legidősebb táborozókról összeállításunkban, ejtsünk szót a legfiatalabbról is, Félixről. Ő és a hegedűje a népzene szekcióját erősítette. A legkisebb, akit láttatok a színpadon, ő Félixnek hívják. Ő egy 5,5 éves kis hegedűs palánta, aki velünk volt egész héten, és részt vett az oktatáson. A tábor hangulata még érezhető a résztvevők aktivitásában, de a szervezők egy lélegzetvételnyit sem pihennek. Már a 2023-as tábor tervezik. Felvidék, Sümeg és térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok.
miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu, egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Szemorvosként gyakran a Panoptix multifokális műlencsét javaslom pácienseimnek szürke ájog műtétjükhöz. Öröm látni, amikor az operációt követően ismét visszanyerik látásuk szabadságát. Válassza a Panoptix multifokális műlencsét, mellyel akár szemüveg nélkül élhet szürke ájog műtétje után. Bővebb információért látogasson el a www.alkonmülencse.hu honlapra. Kérjen teljes körű tájékoztatást szemorvosától a szürke ájog műtét várható előnyeiről és kockázatairól. Kedves nézőink! Ma ezeket a témákat kínáltuk Önöknek. Köszönjük, hogy követik adásainkat, kérjük segítsenek a videócsatornánkon és a közösségi oldalunkon a megosztásokkal, hogy minél többen láthassák műsorainkat. Reméljük egy hét múlva szerdán ismét velünk lesznek. Folytatjuk strandkörképünket, megmutatjuk az ajkai és a tapolcai fürdőhelyeket, és ellátogatunk a művészetek völgyébe. Hírt adunk az augusztusi kőfeszt előkészületeiről is. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!